mégis valami koordinátát mondjon, akkor pontosan ilyen gyűjteményből kéri le, és ezt a gyűjteményt, ezt a bizonyos hely, egy zárójelben idő és cella azonosító gyűjteményt, ezt a Google úgy gyűjti, hogy amikor bekapcsolod a térképét és navigálsz rajta, azért kell neki folyamatos adatkapcsolat többek között, hogy ezt akkor felküldje a szervezet. És köti is egyedi azonosítót. És köti is egyedi azonosítót. Igen, tehát ez az aztán tényleg privacy kérdések tömkelegét veti föl, de minden esetre ilyen adatbázis amúgy is gyűlik. Tehát szerencsésebb helyzetben van a Google, aki maga tervezte meg az Androidban ezt a működést, és akkor így neki már sokkal bővebb ugyanilyen adatforrással van a nagy szerverei óriási tömegben. Mi meg úgy próbálunk utána, hogy sokkal értelmesebb módon fel tudjuk használni ezeket az adatokat, többek között térképi adatok előállítások. Többek között arra, hogy térképre kerüljenek dolgok, és a hálózatuknak a megismerésére. Köszönöm a figyelmet!